Oké, az Úrnak az igéje a következőt mondja, hogyha megalázod magadat én előttem, ezt mondja az Úr, akkor én fölemellek tégedet, fölmagasztalom. Ámen. Jó? Isten azt mondja az ő igében, hogy mindazok, akik megalázzák magukat Isten előtt, Isten fölemeli őket. Akik pedig büszkék, akik pedig kevélyek, akik magukat nagyra vágyónak látják, hogy nagyon nagyok, azokat pedig Isten megalázza. Azoknak Isten ellenáll. De akik megalázzák magukat, azokat Isten fölemeli. Kedves testvérem, kérdezem tőled, hogy hiszed-e azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus a te életednek a megmentője? Hiszed, hogy meg van mentve az életed? Hiszed, hogy örök életed van? Hiszed, hogy ha most jönne az Úr el a fellőkön, akkor így fognád a kezünket, aztán legyünk. Hiszed? Ezért vagy itt a kádban, máskülönben nem lenne itt. Hidd el neked. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Hiszed, hogy meg van bocsátva minden bűnöm? Hiszed. A látható és a látszatlan világ előtt mi mostan alámerítünk tégedet a te bizonyságtételed alapján, mert a te hited a bizonyságtétel, mert hiszel és megvallottad. Szívvel hiszünk és szájjal teszünk vallást, miről? Az igazságról. Ha ez nincs meg, nem lehet megkeresztelkedni. Ha ez megvan, már meg lehet keresztelkedni. Mi megkeresztelünk tégedet mostan az Atya, a Fiú és a drága Szent Szellemnek a nevében. Nyugodtan még egy picit előre, így van. Így van. Csodák fognak minket követni, emberek fognak megszabadulni, emberek fognak meggyógyulni. Ezek az Isten gyermekei. Áldunk téged, Krisztus. Ámen. Halleluja. Oké, Béci, kérdezem tőled, hogy hiszed-e azt, hogy a názáreti Jézus Krisztus valójában az Isten egyszülött fia? Hiszem. Hiszed azt, hogy a szülőknek az átka most megtörik a te életed felett? Hiszem. Mert ezt az igét kaptam. Ugye máma, te kérted, ez az ige van bennünk már napok óta, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy te már nem öröklőd a szüleidnek az átkát, hanem Isten veled köt szövetséget a te házaddal, és egy új életet fogsz kezdeni. Ezt jelenti ez az ige, amit kaptál. Amen. Hiszed azt, hogy Jézus megbocsájtott az összes bűneidet? Hiszem. Oké, Bécikém, a látható és a láthatatlan világ előtt, mert van szellemi világ, amit nem látunk, tele van démonokkal, de ugyanúgy tele vannak angyalokkal. A látható és a láthatatlan világ előtt, a te megvallásod szerint, amit te mostan tettél, mi ennek a te megvallásod alapján, mi most téged alá merítünk, megkeresztelünk az Atyának, a Fiúnak és a drága Szent Szellemnek a nevében. Amen. Oké, üljél le szépen, jó? Én azt mondom, üljél le.